Akkor csak annyit mondjon el, hogy mit gondol arról, hogy Ceglédi Csaba az ellenfele, vagy mit gondol az ellenfeléről? Azt inkább nem mondanám el a sajtónak. Én nagyon nyugodt vagyok, azt mondják róla, ő meg nagyon ideges. Tehát egyébként van idegeskedni valója, mert meg fogom verni egyébként őt április 3-án. Közelegnek az országgyűlési választások, a Telexen pedig több olyan egyéni választókerületet is bemutattunk, ahol nagyon szoros végeredmény várható. Most Szombathelyen vagyunk, a Vas megye 1-es választókerületben, ide Szombathely és a környező 11 település tartozik. 2006 óta a környéken mindig a fideszes Hende Csaba nyert, és a Fidesz most is őt indítja. Az ellenzéki jelölt pedig Ceglédi Csaba, aki nagyon szoros versenyben tudott győzni Ungár Péter ellen az előválasztáson. Mennyi volt a különbség? 160 talán, de lehet, hogy nem pontos. Hende Csaba megfáradt, és elszakadt Szombathelytől. Igazándiból ő már 30 éve nem szombathelyi. Hende Csabával is akartunk interjút készíteni, a megkereséseinkre azonban nem reagált, és most, amikor találkoztunk vele, akkor azt mondta, hogy nem ad nekünk interjút, úgyhogy eljöttünk a helyi Fidesz irodába, ahol most sajtótájékoztatót tart, és itt fogunk tudni tőle kérdezni. 62 éve megszakítás nélkül szombathelyi állandó lakos vagyok. Az egy dolog. Hogy a 16. század óta bizonyítottam megszakítás nélkül, itt él a családom. Bárkit meghívok, akit érdekel a dolog. Jöjjenek a lakásomra, kap egy kávét, kiúszkodhatja az összes fiókat, megnézheti, hogy gatyám, zaklink, lakik-e itt ember, vagy ez csak egy patronhím díszlet. Ő elvesztette a közvetlen kapcsolatát a várossal, az elmúlt 12 évben pedig, ami plusz lehetett volna, az pont az a plusz hiányzik. Tehát, hogy elvégezte a kötelező feladatát, de nem érezte, hogy plusz le kellene tenni az asztalra. Amikor valaki a város ügyeivel, az ő körzetében élő embereknek napi szinten foglalkozik, akár az apróbb cseprőbb ügyeivel is. Azt gondolta, hogy nem lesz érdemi kihívója. Itt van az ezer sebet szerzett Ceglédi Csaba. Mit szól hozzá, hogy ő az a kihívója ezen a választáson? Mert ő nem üti meg azt a mértéket, hogy én róla beszéljek. Ceglédi Csaba 20 évvel ezelőtt jogerősen felfüggesztettet kapott, jelenleg azonban büntetlen előéletűnek számít. Ez viszont hozzátartozik az is, hogy most egy másik eljárás zajlik ellene adócsalás miatt. Amikor 20 évvel ezelőtt jogerősen elítélték, otthon hibázott? Abban hibáztam, hogy megbíztam olyan emberekbe, akiben nem kellett volna. Olyan számlákat fogadtunk be, amik mögött valós teljesítés volt, de aztán nem az állította ki a számlát, vagy nem olyan nevében állították ki a számlát, aki a valóságban a munkát végezte. És nyilván, hogyha én körültekintőbb vagyok, akkor ezt el lehetett volna kerülni, de ugye egy 8,5 millió forint volt az áfa hiány, amit én még a vádemelés előtt kifizettem. És mi a helyzet a mostani ügyel? Itt most hibázott? Ahol még zajlik az eljárás. Nem, ez egy politikai és gazdasági okból kreált ügy. A Fidesz-KDNP nem indítja jelöltként azokat a személyeket, akikkel szemben bármilyen büntetőeljárás folyamban van, hát még egy ilyen főbejáró. Mert azt meg kell mondani, hogy ez itt most nem babra megy. Sokkal helyesebb lett volna, ha engem kérdez, hogyha Ceglédi úr megvárja ennek az eljárásnak a végét, őt is megilleti az ártatlanság vélelme, és amikor majd őt a bíróság jogerősen felmentette, majd akkor jelölteti magát. Mégis megnyertem az előválasztást, tehát ez volt az ellenzéki választóknak a döntése, tehát a szombathelyieknek, meg az ellenzéki választóknak, akik szintén ismerik az életemet, meg engem is, hát ennek az ügyrészleteit nem kell bemutatni, ők nem a Hír TV-ből, meg nem Budai Gyulától tájékozódnak, hanem ők pontosan ismerik ennek az ügynek minden részletét. A kampány egyik legfontosabb témája meglepő módon a pénz, és hogy mennyi van belőle. A járvány miatti kormányzati intézkedések sok önkormányzat bevételeit csökkentették, így Szombathelyét is. Azonban egy csomó város kapott kormányzati kompenzációt, Szombathely ebből a körből kimaradt. Az ellenzék azt állítja, hogy azért, mert itt ellenzéki vezetése van a városnak, és azt is mondják, hogy Hende Csaba többet is tehetett volna annak érdekében, hogy képviselje a szombathelyiek érdekeit, és ide is több pénz jöjjön. Ugye Szombathely iparüzési adójából el van véve, meg még egy csomó milliárdot fizetünk szolidaritási adóból, tehát hogy egyébként lenne onnan visszaadni Szombathelynek, és akkor nem lennének ilyen gyakorlatilag napi működési problémái a városnak. Ahol képviselő vagyok a Derkovicson, ott kettő parkolót nem tudtunk az elmúlt években megcsinálni, mert ugye a város nem kapott működési támogatást, míg Zalaegerszeg mondjuk kapott 1,4 milliárdot, Szombathely nem. Nem kapott működésre, de kapott beruházásra. Működésre meg azért nem kapott, mert nem szorult rá. Vannak hiányosságok ilyen működési költségek terén? Mert Hende Csaba nagyon
hangsúlyozta, hogy, hogy semmiféle hiány, nem hiányzik Szombathelyről a pénz, mert hogy van pénz a működés. Hát nehézségek vannak. Inkább azt mondom, hogy ha egy normális és jó működést akarunk bonyolítani, akkor ahhoz pénz kell. Tehát visszavettünk az előző évben az összes kiadásunkból, ami minőségromlást jelentett a városban. Mondjuk a park fenntartás esetében megérezték a városlakók. A 2019-et megelőző években betonbiztos fideszes fellegvárnak számított ez a választókerület. Ez akkor változott meg, amikor először a szombathelyi közgyűlésbe vesztette el a Fidesz a többségét, majd utána a polgármesteri széket is elvesztették, ezért jelenleg a szocialista Nemény András a polgármester, akinek az országgyűlési képviselővel, a fideszes Hende Csabával kéne együttműködnie, ez azonban döcögősen megy. Sokkal több támogatás járna Szombathelynek, és az a szombathelyek is tudják, mert minden kutatás szerint 70-80%-uk azt mondja, hogy több pénzt kellene kapni a Szombathelynek, és nehezményezik ezt az országgyűlési képviselőnél, hogy nem tudta elérni. Mi minden alkalommal a város érdekét tartjuk szem előtt. Csak azt kérem, hogyha a polgármester úr valamit nem tud elintézni a kormánynak, akkor nem utogasson rá. Ha ő nem tud olyan kapcsolatot kialakítani, hogy egyébként jogszabály alapján neki nem járó, hanem esetleg adható forrásból kevésbé részesül, mint ahogy azt ő szeretné, akkor ezt tudja be önnön maga kudarcának. Hende Csaba és Nemény András viszonyát jól jellemzi, hogy amikor Hende Csabát Nemény Andrásról kérdeztük, akkor Hende Csaba felhozta azt a történetet, amikor ő belenézett egy távcsőbe, ami rajta volt a kupak, és Nemény András kiposztolta ezt a fotót a Facebookra. Együtt emeltük a szemünk, hogy nem látok, ja, persze rajta van a levetek. És ezt a pillanatot, ez rögzítette a kamera. Ez azóta úgy mutogatják, hogy nézőtök a hír, hát úgy tesz, mint aki lát, pedig nem is, hát megpróbálta. Hát ez a hazugság. És amikor egy polgármester ezt a képet állandó háttérképként felrakja a település országgyűlési képviselőjéről a saját Facebookjára, illusztrációnak raktam ki valamelyik megnyilatkozáshoz, ez kétségtelen. Azt gondolom, hogy humorosan ezért föl lehet fogni a dolgokat, és úgy is rá lehet mutatni visszásságokra. Ez az én stílusomba belefér. Ön nem járt még úgy, hogy a fényképezői rajta maradt, hogy mindenki járt már úgy, sose legyen nagyobb bűnöm. Hende Csaba szerint az alapvető probléma, hogy ő hiába szerez pénzt fejlesztésekre, a városvezetés képtelen azokat rendesen megcsinálni. Valahogy semmi se épül. Semmi se tud elindulni. Felmerül a kérdés, hogy azért játszották el ezt a színházat, ezt a rendkívül gusztustalan, undorító színházat, ami most lelepleződött. Hogy nehogy nekem politikai sikerem legyen a választások előtt. Vagy ilyen politikai indokból késleltették ezt az ügyet, ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy simán tehetségtelenek. Hülyeségeket beszél, mert nagyjából, ha megvan egy forrás, onnantól számítva a közbeszerzési szabályok meg egyebek tervezés miatt egy év mondjuk, hogy egy útfelújítás megindulhat. Tehát, hogy a városvezetés ebben nem vesztegette az időt. Hát valószínűleg Hende Csaba arra számított, hogy a választás előtt szinte minden nap majd valamit átad, de ennek meg nincsen jelentősége. Tisztelt, köszönöm, hogy aláírt. Szép napot. Összességében ott fog eldőlni, hogy április 2-án az ellenzéki szavazók elhiszik-e, hogy a Fidesz leváltható. 75% vagy a fölötti részvétel esetén az ellenzéki szavazók minden fognak menni szavazni, de hogyha ez a hit nem lesz meg, akkor én, hogyha itt fejen állok a főtéren, akkor sem fognak elmenni szavazni, és lehet, hogy csak 300 ember nem fog elmenni, de annyival meg pont kikaphatok, tehát ezt a hitet kellene még azért építgetni az elkövetkezendő 5 hétben. A szavazók jelentős része a választókerületben Szombathelyen lakik, ahol nagyon kiegyenlítettek a politikai erőviszonyok. Itt simán lehet, hogy a környező települések valamelyike fogja eldönteni a választás kimenetelét. Én azt olvastam a helyi labban, hogy Torony lehet az, amelyik eldönti itt az egyéni képviselő választást, mert hogy Szombathelyen talán egy kicsit jobban áll az ellenzék, de hogy Toronyban laknak még annyian, ami beleszólhat a végeredménybe. Létezik szerintem. Közel 2100 lakóból mondjuk 1700 szavazó van. Még senki nem kérte konkrétan a támogatásomat, hogy engem vagy igen, vagy téged támogassalak. Aki kéri, leülünk, megbeszéljük, mibe tudok segíteni, vagy segíthetek-e egyáltalán. Nekem Torony az első. Én bárkivel, ha az ördög ügyvédje ideál elém, és azt mondja, hogy fogja segíteni, én belecsapok a kezébe, vagy rendbe.
De akkor nem tart attól, hogy ugyanazt elmondta, hogy ön nem támogatja egyelőre egyik jelöltet sem, de hogy... De nem is szerencsés, hogy megnyilatkozik egyébként ebben a polgármester szerintem. Ez világos, egyébként. De hogy közben viszont itt együtt mutatkozik az ellenzéki jelölttel. Semmi bajom nekem a Csabának. Tehát nem aggódik, hogy ebből később nehézségei lehetnek, nehezebb lesz a falunak pénzhez jutni. Nem, hát akkor az embert minősíti, hogyha azért, mert én más politikai nézetem van, vagy én... római katolikus vagyok, maga meg református, maga meg evangélikus, hát ezen csak nem veszünk össze. Ha bántanak, akkor 3 év múlva nyugdíjba megyek, aztán kész. Hát most... Hát azért azt rendszeresen hallani fideszes politikusoktól, hogy azért az a település számíthat arra, hogy pénzhez jut, hogy támogatásokhoz jut, hogy az érdekeit jobban figyelembe veszik, amelyik minden téren azt mutatja, hogy a kormánypárt felé húznak. Értem, igaz, amit mond. Itt viszont akkor ez demokrácia? Hát a demokráciában megmondhatom, hogy mit akarok, elmondhatom a véleményemet. Ha már attól kell rettegnem vagy félnem, hogy hónap után mit fognak mondani, mert a Ceglédinek belecsaptam a kezébe, akkor legyen fene, akkor jó van. Hát lőjetek agyon.